vendéget, aki megjelent ezen a szép napon. Hát egy kis ilyen nőnapnak a megemlékezésére akartuk ezt tartani, egy kicsit megcsúsztunk, de annál nagyobb szeretettel fogadják kis műsorunkat. Először is bemutatnánk festőművész vendégeinket, Simon Mária Veronika. Kedves férjét, Enyedi Bélát. És megkérném először a Bélát, hogy egy szép énekkel kezdjenek nekünk a megint. Egy nagyon szép verset hoztam el, ezt nem is igen játszottam még sehol. Az idén 50 éves a Fóti Gyermekváros, egy kicsit idejövök, jó, hogy közelebb legyek. És az, hogy 50 éves a gyermekváros, engem kértek föl, hogy az 50 év tiszteletére egy meglévő verset, egy zenét illesztek hozzá. És ahogy így nézem az arcokat, itt mindenkinek úgy látom nagyjából, megvan az 50 éve, hogy elmúlt már 50 év. Fogadjátok szeretettel egy koreai költőnőnek, Fuen Piroska, ő ott nevelkedett a gyermekvárosban. Kertész fiúk, lányok, a család szív jóságot, barátság maradandó. A sok közös emlék egy életre közelék, mely el nem szakad, halálig megmarad. Lesz-e új 50 év, ezt a jövő rejti még, de az is csak szép lehet, mert kell a szerep. Az 50 évre emlékezz, az 50 évet ne feledd, el ne feledd. Az 50 évre emlékezz, az 50 évet ne feledd. Kérem Kovács Imrénét, hogy mondja el Veronikának és Kovács Imrének az erdélyi tevékenységét. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Kovács Imréné vagyok, egy festőművész felesége, a segítsége, a jobb keze. Nem vagyok művész vagy szakember, de szeretem a szépet, és szeretem az igaz embert. Az az óriási megtiszteltetésért, hogy engem kért fel Simon M. Veronika kiállításának megnyitására. Az én egyszerű prózai szavaim nem kevesek ahhoz, hogy méltón érzékelhessem Veronikát, a művészetét, ezért segítséget vettem néhány író, költő, művészet, történész szavaiból. Kérem, hallgassák meg azt az összeállítást, melyet egy különösen szép, tartalmas életútról, a példaértékű emberről, a művészről, a tehetségről készítettem. 1992-ben egy székesfehérvári közgazdász különös álmot látott. Az gyermekkora színhelyére, egy Veszprém megyei kis faluba, meghalt Terus nénikéjéhez vitte vissza, aki bevezette őt egy tiszta szobába, ahol semmi más, csak üres, megfestetlen vásznak voltak kifeszítve. A nagynéni a vásznakra mutatva így szólt: Veronika, ezeket mind neked kell telefesteni. És Veronika álma megvalósult. És következtek 1994-től a kiállítások sorban, és következtek a költők,
az írók, akiket megihletett a sok szép képe. Természetesen képezte magát, kiváló mesterei voltak, például a Holland Királyi Akadémiát végzett Bújdos Dénes, ebből fakadóan csendéletei, tájképei emlékeztetnek bennünket a németalföldi képekre, a városképekre is, a csendéletei tájképe, igen, a városképeje is jellemző ez a fény-árnyék hatás, a tökéletes használata. És nem utolsó sorban említeném a sok portrét, amelyeken a művésznő történelmünk nagyjait, Árpádházi szenteket, vallásunk nagyjait, boldogakat, sorolhatnám a rengeteg képet, amelyekről az alkotó valóság szeretete, a szépség, az üdesség, az életből tükröződik. Veronika mondta egyszer, nem vágyok nagy elismerésekre, csak az embereknek akarok szépet, jót nyújtani, és azt, hogy képeim minél többen megismerjék. És következtek az elismerések. Szeretném elolvasni most, amit mostanában Veronikáról ismertetőt adnak ki. Simon M. Veronika sokszorosan díjazott Cserhát, Aranykéz, Munkácsi és Krúdi emlékérmes festőművész, aki közgazdászként az amerikai grafikai kurzust, a Szőnyi festő és a Salzburgi Leonardo művész akadémiát végezte. Művészeti folyóiratok, Délibár, Klávis, Kristály rendszeresen közölnek a műveiből. Több mint 100 kötetet illusztrált. Témaválasztása széles körű, portrék, életképek, csendéletek, meditatív gondolatok, lírai realista, a természetelvű festészeti stílust követi, olajjal, pasztellel, homokkövel és akrillal is dolgozik. 2000-ben Stancsics Erzsébet írta, a magyar képzőművészet látóhatárán új csillag jelent meg a 90-es évek elején. Igen, ez a csillag még ma is ragyog. Kérjük Istent, adjon még nagyon sok erőt, hitet a további munkájához, ahogy eddig is megadta nekünk őt, tartsa meg, hogy minél több ember tudjon boldoggá tenni, hiszen őt kiválasztotta Isten erre a gyönyörű szolgálatra. Örüljünk hát annak, hogy Simon M. Veronika kortársai, örömének társai és életének barátai lehetünk. És akkor majd tekintsék meg Veronika képeit. A festészet, a szobrászat, az irodalom, a zene sokkal közelebb áll egymáshoz, mint az emberek általában hiszik. Mindegyik az emberi léleknek a természettel kapcsolatos érzelmét fejezi ki. Vaja August Rodin. Hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és férjemet is megtisztelték a jelenlétükkel. Szeretném bemutatni a férjemet. 1944-ben született Fegyverneken, az Alföldön, ma Ősiben, a Bakony alján levő kis faluban él. Gyermekkora is itt telt, és kifogyhatatlan élményt jelentett számára a falu, a falusi élet, a természet közelsége, a természet szeretete, a sok élettapasztalat látszik minden általa festett képen. Már gyermekkorában megmutatkozott a művészetek iránti érdeklődése, az irodalom, a zene, de leginkább a képzőművészet egyben tűnt ki tehetsége.
A 60-as években a várpalotai képzőművész szakkörökben neves művészek voltak a mesterei. Ezekből időkből származó pasztellek, olajképek, grafikák, portrék bizonyítják, Isten adta tehetségét. Örülök, hogy megtiszteltél újra bennünket. Nekünk nagyon nagy öröm, ha hazajött a hozzájött. És még nekem nagy öröm. Az összes meghívott rám még egy szeretettel köszöntünk. Nagy ünnepre készülődve kizördült a nagy erdő. Kapukumadár ébresztő tört, ő itt most a legelső. Kora reggel bíbor színbe feltűnik a napkirály. Ima helyett énekbe kezd valamennyi kismadár. Csodálatos hangjátékuk felébreszti a hatát. Hogy az ünnep még szebb legyen, kinyílik a sok virág. Tündért kell bevarázsolják ezt az alvó világot, ide jöjjön minden ember, ki még csodát nem látott. Bakonyárdő lombos fái, ifjúságunk kincse, abból is egy vén öreg fa, igen el van rejtve. Rá van írva a te neved, alatta az enyém, az a két név egy kis szívbe, olyan szépen elfér. Van, amikor néha-néha, most is arra járok, az elkúrhat avart járva, keresem a fánkot. Itt öleltél át, csókolt a számot. Itt éreztem legelőször én a boldogságot. Tova tűnt már az az idő, elszálltak az évek, de kedves szép emlékek néha visszatérnek. Régi kedves, kedves emlékeim, maradjatok vélem, olyan jó még rágondolni, de leszedő feljel. Köszönöm. Mindenkit szeretném, hogy egy kis verset, hogyha meghallgatnának. Köszönöm.
hazám, írt a nagy Bálint. Széles, viharos, zimankos éjben ébrezgetem az alvó népeket, élezgetem, s újra lángra gyújtom a kialvó pontszerelmi tüzet. Felreszket a hajnal harsonája, messze zengi a bérci lakóknak, ébredjetek, vár az árva haza, kiáltó szó a kopár pusztáknak. Lelketekbe hajnal gyújtja fel, hunszerelemnek láng sugarai, ne legyen gyenge tétrova senki, emelje fel sújtóra karjait. Szeretlek hazám, hunszerelme még, sírva virrasztom rab magyar éjjét, sirok hazámon, mint röpke madár, ha széttépi duló viharfészkét. Szép, ó, mi szép a hazát szeretni, ki nem szereti, nem honát, nem magyar. Szálljon áldása letipolt népre, ki élni s halni a honért akar. Repülj, sas lelkem, repülj magasba, pihenj meg az orr fellege fölén, repülj a magasból, lásd a bús népet, mint püstölök siralmas bilincsét. Ébredj fel, népem, közel a hajnal, hívnak elrablott szomorú földek, zokogva sírnak, s várnak egyre még, odaállt a letipolt rab népek. Hazám, hazám, szeretett nemzetem, te elárvult, te megcsonkult haza, mikor virul újra a magyar hód, vagy elnyeli az idő vihara? Nőnapi köszöntő. Öltözön ma minden hölgy ünnepi ruhába. Minden gondot, bajt tegyünk félre, máma. Legyen ez a nőnap igazi ünnepünk. Szálljon ma áldás, béke, szeretet minden hölgy örömére. A madár éneke ma csak nékünk zengjen. A virág ma csak nékünk nyíljon, illatozzon. Ölelje ma körül minden bennünket szerető fénysugár, amely ma boldog nőnapot kíván. Ezen a nőnapon így köszöntjük egymást. Ölelje ma körül mindenkit a boldogság. Testünk, lelkünk ragyogja bár napsugár. Úgy is sokszor oly kegyetlen ez a világ. Legfőképpen téged, Marika. Én ezt a verset azért választottam, mert nagyon úgy néz ki, hogy elég nehéz sors vár ránk, vagy legalábbis a gyermekeinknek az elkövetkezendő időben. A versnek a címe Petőfi Sándor, a 19. század költői. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez. Nagy munkát vállal az magára, ki most kezében bantot veszi. Ha nem tudsz mást, mint eldalolni saját fájdalmas örömed, nincs rá szüksége a világnak, ezért a szent fát féleted. Pusztába bújtosunk, mint hajdan népével Mózes bújtosott. S követte, melyet Isten külde vezérül a lángoszlopok. Újabb időben Isten ilyen lángoszlopoknak rendeli a költőket, hogy ők vezessék a népet Kánaán felé. Előre hát, mind aki költő, a néppel tűzön vízen át. Átok rá, aki elhajítja kezéből a nép zászlaját. Átok rá, aki gyávaságból vagy lomhaságból elmarad, hogy még a nép küzd, fárad, izzad, pihenjen ő árnyék alatt. Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, hisz itten az ígéretnek földje van. Hazugság, szemtelen hazugság, mit milliók tápolnak meg, kik naphevében éhen szomjan
kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet. Ha majd a jognak asztalán áll, mindenki egyaránt foglal helyet. Ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kálmán. És addig, addig nincs megnyugvás, addig folyvás küszködni kell. Talán az élet munkáinkért nem fog fizetni semmivel. De a halál majd szemeinket szelíd lárcsókkal zárja be, s virágkötélen sejempárnán bocsájt le a föld mélyébe. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket, vendégeket, csetényieket, nyugdíjasokat, leendő nyugdíjasokat, és egy olyan kis versen szeretnék itt most kedveskedni, ami végül is a nyugdíjas sorsról szól. Fogadják nagyon sok szeretettel. Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, jó neked, mert ingyen jársz a tóra. Bezzeg, nekünk felment a vizára, luxus az, ha beülünk a kádba. És akkor jöjjön a próza. A múlt nyáron azt is kitaláltuk, csoportosan strandfürdőbe jártunk. De a nyugdíjunkhoz sok volt a jegyára, azóta is úszunk az adósságba. Napról napra emelkedik mindennek az ára, még a levegőn is rajta van az áfa. Én nem pletykálok, ti is hallottátok, hogy ismét emelkedik a villanyszámlát. És akkor jöjjön megint az ének. Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok, mert a nyugdíjasoknak csak ti világítok. Este, ha sötét van, nincs is másnak fénye, felvitték a billony a csillagos égre. És akkor megint próza. Kötelező lesz a szemüveg hordása, mert a nyugdíjas a jövőjét nem látja. Az sem baj, ha néha kettőt tesz szemére, hogy a húsadagját jó nagynak lássa véle. Azt mondják, igen hűséges állat a kutya, ami nagyon sokszor veled bizonyítva. Nem cipeltem el ide most a kis kutyámat, elmondom hát helyette a hozzáírt nótán. Hogy gyere, bodri kutyám, ne is nézd most hátra, elszálltok az évek, ezt mindenki látja. Látod a mi sorsunk, se könnyű barátom, ezt az életet én a kutyának kívánom. Gyere, bodri kutyám, kövesd a gazdádat, nem halunk mi éhen, eszünk csirkelában, kicsi a nyugdíjunk, magas a húsára, nem való a karaj a nyugdíjas hasába. Megfordult a világ, tudjuk, mi is látjuk. Ettől, ami most van, még egy kis jót vártunk. Bár nyugdíjas életünk meg van magyarázva, olyan biztos ez, mint a kutya vacsorája. De azért én, bodri, mégis irigyellek, ha ugatsz elé zsíros csontot löknek, ha hizelegsz is, megvan annak az ára, mert nagy kutya leszel te, tudom, nem sokára. Buszon és vonaton ingyen utazhatunk, csak felkapaszkodni sajnos már alig-alig tudunk. De azért elmegyünk vonattal a csúcsára, hogy kevesebbet költsünk télen tűzifára. És akkor jöjjön megint az ének. Hogy megy a gőzös kanizsára, nyugdíjasnak nem telik már tűzifára, de azért mi nem bosulunk, mert felülünk a vonatra és jót utazunk. És akkor jön a másik, hogy 100 forintnak 50 a fele, kicsi a nyugdíjunk, egye a fene, akárhogy is számolgatjuk, egy hónapba egyszer kapjuk. Kis nyugdíjunk, hogyha nagyobb lenne, egye meg a fészkes fekete fene, nem lenne itt nagy probléma, ha kétszer kapnánk egy hónapba.
nyugdíjasnak üres az ebbe. Áll neki már a liba pecsenye, eszi a sok liszcéberű, így védi az egészségét. Nyugdíjas vagy fene egyeki, korogat egy omrod, de oda se neki, a cipőből kinn a lábad, kenős nélkül fáj a hátad. Nyugdíjas vagy, egye a fene, feneket is kín van, de ne törődj vele, hidd el nekem fontos nagyon, hogy a jó kedvel ne hagyjon. Köszönöm szépen! Megköszönöm minden szereplőnek, nagyon szép volt a versek és az énekek is, most pedig felkérem Simon Mária Veronikát, hogy beszéljen a képeiről. Mivel most szólalok meg előttetek először úgy közösségbe, ezért nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és külön megköszönöm Marikának, hogy meghívott megint erre a szép rendezvényre. Úgy van, hogy amikor beérünk a falu határába, akkor egyszerűen átvarázsolódok és kinyillok. Higgyétek el nekem, hogy tényleg bejártam már az országot, világot, de itt érzem igazán jól magam köztetek, és ezt tiszta szívvel mondom. Innen jöttem, soha nem tagadtam meg, és nem tudom, hogy ide térek-e vissza, majd ezt a Jóisten eldönti, hogy mi lesz a további sorsom. A képekről annyit szeretnék elmondani, hogy Ilonka teljes meglepetésemre csak néztem, hogy felkészült belőle, nem is tudtam, hogy ő fog megnyitni. A Marika mosolyog. Marikát. Nem tudtam, hogy itt ilyen megnyitó beszéd lesz. Elmondta Ilonka, hogy ebbe, tehát ami elmúlt év, 2006-ban végeztem, fejeztem be a Salzburgi Leonardo Művész Akadémiát. Most abból diplomáztam, hogy nem csak festek, hanem taníthatom is a festészetet, tehát ez egy ilyen, hogy ha magyarosan úgy mondanám, hogy ilyen tanítóképző volt, és festő tanodám van, azt már mindenki tudja, illetve hát, aki nem tudja, annak most mondom, már 7 éve vezetek Székesfehérváron egy festő tanodát. Jelenleg éppen 2 kiállításai vannak a tanítványaimnak, mert nem akarom az egész képet felmutogatni, csak néhányat, hogy ez a papaplex technika. Itt pedig olyan van, hogy például a lánynak a szoknyája meg a kalapja egyenesen kiáll a képből, mint egy szobrász, megszobrászkodtam. Tehát ugye ezt is például képzeljétek el, hogy olyan képen is van ebből, hogy van egy Jézus fej, és a Jézusnak a haja, meg a tövis koronája szinte kiáll a képből. Ugye hát ezt is, vagy a vércsepp, vagy ilyenek. Szóval ezt is nagyon nehéz lenne egy technikával megoldani, de ezzel így egy képen belül megoldható. És most már csak egyet szeretnék nektek fölemelni, hogy erre Erika is rákérdezett, ugye ő rendszeresen fest, hogy szinte nem látszanak az ecsetvonások, annyira finom, kidolgozott munkát tesz lehetővé. Hát ez is azt jelenti, hogy több technika van egymás fölött, több réteg, és ezeknek a különleges anyagok alkalmazásával és megtanulva a technikájukat, szinte ilyen lehelett, finom, gyönyörű, szép alkotásokat lehet létrehozni. Úgyhogy majd nézzétek meg, én most tulajdonképpen mondhatom azt, hogy a diplomamunkájaimat hoztam el ide, bár nem Salzburgba készítettem ezeket a képeket, hanem ott tanultam meg a technikát, de rögtön, mikor hazajöttem, akkor készítettem ezeket a képeket. Úgyhogy igyekszem nektek mindig a legújabb dolgokat hozni, hogy akárhányszor újra jövök, mindig gyertek el, mert mindig újakat mutatok nektek. Nagyon szépen köszönöm!